Kezdünk tehát a Ferencvárossal. Nadin, nyilván mindjárt agyon kérdezzük majd arról, hogy mire számít a Rosztov elleni első meccsen, de azért van, aki megadja a vonalat, hiszen ma ott jártunk, és a vezetőedző beszél arról, hogy mit szeretne a Fradi a középdöntőben. A Ferencváros egy remek Fleury elleni győzelemmel búcsúztatta a 2015-ös BL idényt még novemberben. A középdöntőben a hatos csoport második helyéről várja így a folytatást. Tovább jutni ebből a csoportból, vagyis az első négyben végezni kötelező, de a csoport elsőség sem irreális célkitűzés. Az első feladat lesz talán a legnehezebb, szombaton idegenben az eddig hibátlan Rosztov Don ellen kezd a csapat. Az lenne nagyon jó, hogyha ezt meg lehetne nyerni ezt a csoportot, de nyilván látni kell azt is, ugye, hogy azért nehezebb itt ez a középdöntő csoport a számunkra, mint amilyen az alapszakasz volt, vagy a csoportkör. Tehát feltétlenül úgy gondolom, hogy azért itt most azért emelkedik a tét, és nagyobbak a feladatok. De hát én azt gondolom, hogy nekünk is ezzel együtt kell emelkedni, és megfelelni ezeknek a feladatoknak. Én is nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre, de nyilván ez az ellenfelünknek is hasonlóképpen van. Tehát összességében jobb lett volna itthon kezdeni, de ha túl vagyunk rajta, akkor meg már az lesz a jobb. A hétvégi oroszországi túra nem ígérkezik kiutazásnak, rögtön utána pedig a Larvikot fogadja a Fradi. A mostani csoport ellenfelek közül a Fleuryt és a Thüringert már jól ismerik a ferencvárosiak, mivel az előző körben is az ellenfeleik voltak. Jó előjel, hogy a négy összecsapáson három Fradi győzelem, és csak egyetlen döntetlen született. Az, hogy mennyire kell ők számolni, ezt én nem tudom megmondani. Tehát a Thüringer biztos, hogy erősebb lesz a tavaszon, mert visszajönnek sérültjei. Én azt gondolom, hogy a Fleury az egy nagyon-nagyon komoly és jó csapat, tehát az, hogy mi ekkora különbséggel tudtuk őket megverni itthon, az egy pillanatnyi formának volt köszönhető, meg ugye hát a párizsi merényletek utáni időszak az biztos, hogy őket minden szempontból komolyan érintette. Én azt gondolom, hogy a Fleury ebbe beleszólhat. Tehát ő azért hazai pályán biztos, hogy megnehezítheti itt azoknak a csapatoknak a dolgát, akikkel játszani kell. A csoport hatodik csapata a Baia Mare. A nagybányaiak nem hoztak pontot a csoportkörből, nekik van a legkisebb esélyük a továbbjutásra. Gábornak sikerül majd lelket önteni a Ferencváros válogatott játékosaiba, hiszen azért nagyon megviselte őket a balul sikerült világbajnokság. Egyébként nem hivatalos információk szerint, de biztos forrásban lehet tudni, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség első számú jelöltje a szövetség kapitány posztra Elek Gábor volt, aki visszautasította ezt, és minden lehetséges fórumon hangsúlyozta, hogy semmiképpen, semmilyen körülmények között nem vállalja el a szövetség kapitányi feladatot, azért nem, mert nem érzi magáinak ezt a feladatot. Hát reméljük, hogy a Ferencváros vezetőjeként továbbra is remekül szerepel majd a csapat. Igen, ami azt illeti a legközelebb, Német András is azt mondta, hogy ő azért klubnál szeret inkább dolgozni, nem annyira válogatottnál. Ezek szerint ez a határvonal, ha igazak ezek a szavak, akkor élesednek. És akkor Nadin, bár tényleg elhangzott a vezérfonal, amitől nyilván játékosként nem nagyon illik eltérni, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy az, hogy Oroszországban kezdtek kint, ez számodra egy jó dolog túl lenni a nehezén, vagy jó lett volna egy picit bemelegítősebbre szabni az első meccset? Van jó és rossz oldala is, úgy gondolom. Abban a szempontból jó, hogy le tudunk egy nagyon hosszú utat, és valószínűleg nyilván hidegebb is lesz kint. És tavaly is ott játszottunk még az ért csapatával, és a csarnok se túl meleg. Tehát ebben a szempontból jó. A rossz szempont ugye az, hogy kevés időnk van rájuk készülni, mert elkezdődött a bajnokság is újra. És hát hosszú út elé nézünk, és ebből a szempontból nem gondolom annyira előnyösnek. Hát elkezdődött, 16-tal sikerült rögtön a Moson-Magyaróvárt legyőzni. Ez mekkora kontraszt a várható BL-hez képest? Tehát egyetlen érdemes-e egy kategóriában említeni a két meccset? Én azt mondanám, hogy a bajnokság teljesen más, mint a Bajnokok Ligája. Én Rosztov ellen kezdeni nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Idegenbe nagyon szeretnénk nyerni, de nagyon nehéz dolgunk lesz. Majd dobálózzunk talán olyan kifejezésekkel, hogy új gazdag csapat, ami hát kétféle értelmezést is kap. Az egyik, amelyik tényleg a semmiből nőtt ki a földből sok-sok pénzért. Azért a Rosztovnál nem teljesen ez a helyzet, mert ez a csapat ez még szovjet bajnok volt 90-ben, aztán volt egy mondjuk rosszabb másfél évtized, de azért most mögöttük van már szakmai háttér is, én azt gondolom. Tehát nem arról van szó, hogy leszortok egy zsákpénzt a csarnokba, hogy csináljatok csapatot.
Így van, hát egyáltalán nem így van, azért azt tudjuk, hogy Lunde ott van a kapuba. Tehát ha ő lehúzza a Redényt, akkor a Fradinak nagyon nehéz dolga lesz. Én bízom benne, hogy azért ő most nincs olyan nagyon nagy formában, viszont bizonyítani akar, hogyha az ő teljesítményét nézzük, tudja, hogy ő is nem került be a válogatottba. Tehát ő biztos mindent megtesz, hogy lehet a legjobb formáját mutassa egész szezonban, hogy ő ismét vissza tudjon kerülni a válogatottba, és tudjon menni az olimpiára. Visszatérve a Fradira, nem lesz könnyű dolga a csapatnak, én is így látom, és tényleg az van, hogy ez már egy magasabb kategória, ez a három csapat, aki most jön, ők már szerintem sokkal jobbak, mint volt a Thüringen, mint volt a Fleury, tehát én mindenképpen erősebb mérkőzéseket várok, és hát nagyon remélem, hogy a Fradi pedig felkészült, és azt a formáját fogja mutatni, amit láttunk tőlük, ahogy abba hagyták a BL menetelést. Ugye Larvik és Bajemare a további két ellenfél, róluk is azért pár mondatot beszélünk, de szerinted ebből a középdöntős csoportból ez a rostó most a legerősebb, vagy a Larvikkal nagyjából azonos kategóriát képviselnek? Nem, én azt gondolom, hogy a Rostov a legerősebb csapat ebben a csoportban. Ugye, ahogy említett, pénzük van, de azért egy komoly, megalapozott klub, ahol komoly hagyományok vannak, tehát nem csak egy milliárdosnak egyszer csak ötletet támad, hogy csinál kézilabdát, hanem egy olyan háttér van ott, aki érti a kézilabdát, tudják, hogy ezt hogy kell csinálni, és egy elég logikus csapatépítést folytattak idáig, tehát oda gyűjtötték az orosz válogatottnak a legjavát, plusz megvették a Lundét, aki a világ legjobb kapusa, hiszen az orosz kapusok nem olyan nagyon jók pillanatnyilag, és innentől kezdve viszont folyamatosan bombázzák egészen asztronomikus ajánlatokkal a legjobb játékosokat a világba, többek között Neagut, állítólag 300 ezer euróért kívánják szerződtetni a következő szezonra. Ugye van egy dán edzőjük, aki komoly sikereket ért el dán csapatokkal, tehát meghonosított ott egy picit másfajta edzői stílust az orosz edzőkhöz képest. Úgyhogy ez egy komoly csapat, közönség is van, sokan vannak, egy jégcsarnokban játszanak, úgyhogy tényleg nincs meleg benne. De azért úgy orosz mértékkel elég nagy felhajtás van ott, tehát showműsort csinálnak nézőkkel, tévével, rádióval, különböző mafiózóknak a gumi barátnőikkel a nézőtéren, tehát komoly esemény rosszabb ez a mérkőzés. És ha már te is, és Timi is ugye Lundét említettétek, te pedig Nadine azt, hogy nagyon kevés idő van készülni, akkor azt gondolom, hogy elég kézenfekvő mondjuk egy kapussal elkezdeni videózni. Foglalkoztál-e már Lundéval, hogy hova érdemes neki lőni a szélről? Még pontosan erről nem beszéltünk, egyelőre a holnapi mérkőzésünkre készülünk elsősorban, majd megpróbáljuk a holnapi mérkőzéseken azokat gyakorolni, azokat a ellenszereket, amiket majd a Rostovban reméljük, hogy meg tudjuk csinálni. Nem tudom, te hogy gondolkozol, hogy a csapat hogy gondolkodik arról, hogy valóban ugye az első csoporthoz képest kategóriát ugrik most minőségben a Ferencváros, de ellenfelek minőségét tekintve, és hogy ugye te is most 1+1 évre aláírtál, volt egy olyan fél év, ahol jól ment a bajnokságban, jól ment a BL-ben, de hogy az igazi erőpróba neked és a csapatnak most jön majd. Én is így gondolom ezt, úgy beszéltük így a csapattal, hogy a célok azok lennének, hogy az itthoni mérkőzéseken győzelmet szeretnénk mindenféleképpen. Nagyon nehéz lesz mindegyik mérkőzés, úgy gondolom. Nem csak az orosz kapus, hanem a hideg is ugye mindenkinél előkerült, és nem akarok emellett elmenni, mert érdekes dolog 16-7-8 fokban kézilabdázni, de mindenről egyébként a fradis lányoknak vannak emlékei néhány évvel ezelőttről. Hagyjuk őket felidézni őket, és aztán megbeszéljük, hogy ezzel mit lehet kezdeni. A Fleury elleni hazai diadal egyik főszereplője Zácsik Szandra volt, aki szívesen látná a csoport élén a Fradit. Természetesen mindenki annak örülne, a csoport elsők lennénk, de úgy gondolom, hogy a csoport második hely is azért nagyon jó helyezés, és mindenki szerintem tőlünk is azért elégedett lenne ezzel a teljesítménnyel, de mivel azért elég, vagyis hát, hogy 7 pontot tovább vittünk az első csoportba, úgy gondolom, hogy elég jó helyen vagyunk, és esélyünk van arra a csoport elsőségre. Úgy gondolom, hogy hazai pályán a Larvikot is azért el tudjuk kapni. Idegenben nagyon-nagyon kemény és nehéz mérkőzésre számítunk, ugyanúgy kint Oroszországban is.
de szerintem, hogyha tudjuk folytatni ezt a, azt a formát, amit abba hagytunk itt az ünnepek meg a világbajnokság előtt, akkor lesz esélyünk. A szombati oroszországi kirándulás nem csak az ellenfél erőssége miatt jelent majd komoly kihívást az öltfehérek számára, de a hosszú utazás és a kinti körülmények is nehezítést jelentenek, főleg januárban. A csapat több tagja már személyesen is megtapasztalta, mit jelent a téli rostovi túra, hiszen 2012. februárjában a Kegben már összecsapott egymással a két együttes. Ez a túra ez nem volt annyira jó, ugye egy az, hogy ki is kaptunk. A másik meg az, hogy iszonyatosan hideg volt, mind az edzésen, mind meccsen. Ez egy, végül is egy, ugye egy jégcsarnokban van megrendezve, úgyhogy tényleg hát az edzésen lemérték ott, akik velünk voltak, ilyen 16-18 fokba edzettünk, ami nem éppen a legjobb. De hát ezt tudjuk, hogy nagyon komoly a játékvezetői segítség is. Mindent meg fogunk tenni, tényleg, hogyha a fejbe oda tudunk koncentrálni, és megpróbálunk tényleg nagyon jól játszani, akkor tényleg egy jó meccs lesz, nagyon sok jó játékosuk van. A Fradi kedden még egy MTK elleni bajnokival készül az idei első BL meccsére, csütörtökön pedig már utazik a csapat Oroszországba. Az BL menetelése eddig kis meglepetésre még magabiztosabbra sikerült, mint a Győré. Azért fórumozóink egy kicsit féltik a Fradit, hogy talán túl korai ez a jó forma, és hogy májusra elfogyhat a csapat. Minden esetre az évet magabiztosan kezdték a bajnokságban, és bajnokhoz méltóan vezetik a tabellát. Egészen friss hír a Real Madrid szurkolóknak szól leginkább, hogy 19:30-kor Florentino Perez elnök úr a Bernabéu stadionban sajtótájékoztatót tart a döntésükkel kapcsolatban. Hát reméljük, hogy most nem egy retro jellegű mez lesz az információ, amit megosztanak velünk. Nem, hanem egy egészen modern, vagyis az akkor 8 perc, és mondjuk majd a híreket, de gyorsan vissza a kézilabdához. Azért azt kell mondjam, hogy Szucsánszki Zita elég gátlástalanul hivatkozott arra, persze nyilván innen a távolból a bordásfalak mellett ez nem akkora dolog, hogy majd a játékvezetés. Ez ennyire nyilvánvaló, hogy a Rostov hazai pályán ekkora segítséget fog kapni, hogy ezt most több ezer kilométerről és 6 nappal korábban ezt ki lehet jelenteni? Én a tavalyi mérkőzésünkbe indulok ki ismét, hogy nem volt túl könnyű a játékvezetés számunkra, megnehezíthetik ők is jobban a dolgunkat, igen. Jó, majd mindjárt a többieket is erről megkérdezem, csak a hideg, mert azt említettem, hogy erről beszélünk. Azt gondolnám, hogy akár még az is egy észszerű dolog lenne, hogy ti gyakoroljatok egyszer 16 fokban, hogy ne ott szembesüljetek ezzel először, vagy ez teljes hülyeség? Lehet van benne valami, de nem hinném, hogy ezért lehűtenik a csarnokunkat. Jó, de ez milyen? Tehát ez tényleg számít? Számít, mert hozzá kell szokjunk ahhoz a légkörhöz, ahol azt a mérkőzést játsszuk. Jó, tehát 16 fok hűvös ellenszél, akkor erre lehet nagyjából számítani, ugye? És ez a bírós dolog ennyire nyilvánvaló? Mondjuk hát, a guminős mafiózók alapja... Én most hallom a sztorit, igen. Tehát hát, akkor ezek szerint azon már, épp ezt mondtuk, azon már nem újja, hogy még a két bíró is oda ott segítsen, vagy segítsen a csapatnak. Hát igen, így azért elég nehéz dolgotok lesz, abban biztos vagyok. Én viszont bízom abban, hogy tényleg a csapat az jó szezon, úgymond szezon, fél szezon zárt, vagy negyedet, vagy nem tudom mit, és tényleg olyan hangulatban mentek el a csajok a válogatottba, hogy kerek volt minden, ment a szekér. Én nagyon bízom benne, hogy ez a 10 napos szünet sem volt sok, idézőjelben, mert ha jól tudom, azért itt el lettetek engedve jócskán szünetre. Én bízom benne, hogy nem zökkent ki a csapat, és tényleg olyan teljesítményt tudtok majd nyújtani, amit szeretnénk látni meg. Szigorúan telt a 10 nap? Köszönjük. Fogjuk el. Így mentek garúdra, egy tudod így. Oké. Amúgy, bocsánat, csak egy mondjunk el, ha már ráragadtam a játékvezetős témára, hogy ugye, és ez nem minden sportágban van így, de ugye a rendező csapat látja vendégül a szó szoros értelmében a játékvezetőket, ami tényleg azt jelenti, hogy szinte tálcán kínálják a rendszer tárcán kívánja ezeket a lehetőségeket, melyekkel a kedvükben lehet járni. Ezt mennél finomabban nem lehet fogalmazni. Igen, nem csak arról van szó, hogy az ő feladatuk a játékvezetőknek a vendéglátása, hanem a fogadó csapatnak kell kifizetni a játékvezetők számára a napi díjukat, illetve az utazási költségüket, amik őt számolnak el. Tehát gyakorlatilag azt számolnak el, amit akarnak, attól függ, honnan jön a világ másik pontjáról, mondjuk Rostovban, nyilván így van. Tehát ez egy nagyon rossz rendszer, és azt elmondanám, hogy van a
kluboknak egy új szervezet, a Fórum nevezetű szerveződés, ahol az európai kupákba játszó kézilabda klubok tömörülnek, és az egyik követelésük az EHF felé, hogy a labdarúgáshoz hasonlóan szüntessék meg ezt a rendszert, és az EHF közvetlenül fizesse a játékvezetőket, ebből is ugye elejét véve annak a dolognak, hogy ez így ilyen kísértés legyen. Egyébként visszatérve még egy pillanatra, tehát a Rostov egy igen kiválóan védekező csapat, rendkívül keményen játszanak. Ugye nagy darab védőik vannak, az orosz játékosokat ugye nem kell bemutatni. És ugye a játékvezetésnek az érzékenysége ott jöhet elő, hogy mennyire hagyják azt a fajta keménységet a pályán, ami mondjuk átmehet egy durvaságba, és adott esetben az ellenfélnek nem könnyen feldolgozható dolog. De azért reményként mondom, hogy tavaly ugye ezek a rostoviak EHF kupa döntőt játszottak, ahol a visszavágó Rostovba volt, még pedig úgy, hogy az első meccsen kikaptak 11 vagy 2 góllal Dániába, és a másodikon vezettek már 11-el, és végül nem tudták megszerezni a kupát, és a játékvezetők ott nem segítették még azt az egy gólt nekik. Tehát azért ez nem azt jelenti, hogy oda feltett kézzel kell menni, hogy a játékvezetők majd megoldják. Azt gondolom, hogy lehet küzdeni, de egy nagyon jó csapat az ellenfél, mondom, nagyon keményen védekeznek, és rendkívül gyorsan viszik ennek ellenére fel a labdát, mert a szélsőik azok viszont villámgyorsak. Neked mennyire fekszik ez az ütős, verős, nagy darabos orosz védekezés? Szerintem senki nem szereti, hogyha ütik, vágják. Hát lehet ezért is vagyok szélem, mert annyira nem bírom, mint a többiek. Emlékszem, hogy amikor bejelentett a Fradi, vagy bemutatott téged a Fradi, akkor valami olyasmit mondtál, hogy az életedben és a játék tudásodban is tovább akarsz fejlődni. Hogy az életedben sikerült-e, az majd egy később esti adásban kiderül. Most maradjunk a játék tudásnál, és egészen pontosan annál, hogy tudtál előrelépni a Ferencvárosban, és hogy talán jön-e életed eddigi legnehezebb ellenfele, mondjuk ez a Rostov idegenben, a BL-ben. Más közeg a Ferencváros, más, hogy tanítják, más, hogy kell csinálni a dolgokat ott a csapatban. Úgy gondolom, hogy itt is újat tudtam tanulni, mint ugyanúgy a többi csapatban is. Nalintól egyébként, hogyha bárkinek van kérdése, akkor lehet még kérdezni, de nem sokáig, nagyjából 2 perc múlva megy majd Betta mellé és válaszol. Én azt kérem tőletek, hogy a két másik csapatról röviden beszéljünk. Kezdjük mondjuk a Larvikkal, a 2011-es győztessel, amely tavaly ugyan elvesztette a Final Four döntőjét, és arra hivatkoztak, hogy azért onnan megy el a pénz, és ez már nem virágzik annyira, de úgy látszik, hogy szakmailag még mindig nagyon rendben vannak. Hát igen, mivel nagy öregek játszanak, úgymond a Larvikba, és ők húzzák, azért a Hammerzengnek a személyisége még mindig meghatározó a csapatban, és úgymond egy Breivanggal, vagy az összes többi volt norvég válogatott játékos ott van. Adott esetben ugye Nora Mörköt is említhetjük, aki viszont az világ egyik legjobb játékosa már. Tehát nagyon jó kis csapatról van szó, de azt hiszem, hogy már azért pont ezért, hogy öreg, rutinos játékosok is vannak a csapatban, akik viszik, ők már azért sebezhetőek, nem olyan gyorsak, tehát azért megvannak azok a pontok, ahol sebezhető a Larvik is, és azt gondolom, de mindenképpen a világ egyik legjobb csapatáról beszélünk. Ami pedig a Bájamáret illeti, az elmúlt 2 évben egy arany és egy ezüstérem, illetve negyed döntőt játszott ez a csapat a Bajnokok Ligájában az elmúlt esztendőben. Körülbelül ennyi, mi még a románokhoz? Hát azt el kell mondani a Bájamáret, hogy egy egészen kiváló játékos keretük van. Tehát ők arra gyűjtötték oda a játékosokat, hogy román bajnokságot játszanak, illetve nyerjenek. Ugye hasonlóan a magyar bajnoksághoz, hogy a Fradi, a Győr, a Bukarest és a Bájamáre gyilkolja egymást az első helyért. A Bájamárének most nem sikerült tavaly, de arra van a csapatuk, olyan keretük van, hogy ezt meg akarják valósítani. Időközben a polgármester az börtönbe került, úgyhogy a pénz az eléggé elfogyóban van Bájamáréval. Együtt majd a Rostov elnökével. Úgyhogy hát pillanatilag a Bájamáre nagy problémája az, hogy nem fizeti a játékosokat, és a román szabályok szerint, ha 2 hónapig nincs fizetve egy játékos, akkor utána elmehet. Úgyhogy esetleg az is előfordulhat, hogy lelép onnan egy-két játékos útközben, de semmiképpen nem becsülném le a Bájamárét, mert azért láttuk a román válogatottat a világbajnokságon, aki a Bájamárére épít, plusz még ott van nekik egy-két brazil, Alisson Pino, a francia válogatott irányítója, tehát nagyon jó csapatuk van, és Bájamáriben játszani, ott nincs nagyon hideg, viszont a csarnok az,
az Zafradihoz hasonlítható, tehát ott van hangulat. Amikor Attila mindjárt megy át a kék fénybe, és a részletekről majd ott fog beszámolni. Most viszont, Nadir, arra kérlek, hogy akkor vedd a mellett, vedd fel a harcállásokat, és amíg átolvassátok a kérdéseket, addig gyorsan még megmutatjuk önöknek, hogy hogyan fest majd ez a csoport, hiszen természetesen a sporttelevízióban folyamatosan közvetítjük majd mind a Ferencváros Élkárgó Hungária, mint pedig a győri Audi KC mérkőzéseit. Szóval a középdöntőt a második helyről várja majd a Ferencváros, az új ellenfelek, a Rostov, a Larvik, valamint a Baia Mare csapata. A közvetítések a hétvégén kezdődnek. Akkor vágjunk is bele, mert mindig, amikor ferencvárosi vendégünk érkezik, rengeteg az üzenet. Nézzük először Gábor üzenetét. Meddig tarthat szerinted ez a lendület? Győrben, ha valaki megsérül, minimum egy világbajnokot igazolnak a helyére. Azért a Fradinak nincsenek ilyen lehetőségei. Úgy gondolom, hogy nagyon jó őszi szezon csináltunk, és remélem, hogy így is tudjuk tartani az edzésekkel és a videózásokkal felkészülésre igyekszünk tartani ezt a szintet. Szó volt már a balul sikerült világbajnokságról, ezzel kapcsolatos következő kérdésünk is. A Fradi válogatott játékosai túltették már magukat a VB kutarcon, te hogy látod? Ez elég sokan voltak ott a válogatottban. Igen, a nagy része a csapatunknak. Szerintem változó. Tehát én valakin még látom, hogy még nagyon megviseli, valakin kevésbé. Szerintem ez ember függő, hogy ki mennyire tudta magát túltenni rajta. Igen. Él sportban is. Igen. Következő kérdésünk, Gábor kérdezi, hogy te Győrben nevelkedtél, össze tudod hasonlítani a két nagy csapatot, látsz-e valami különbséget a két klub között? Nyilván van különbség. Én családiasabbnak gondolom a Ferencvárost, mint a Győrnél is nagyon jó a szurkolótábora, ugyanúgy, ahogy a Ferencvárosnak is. Mások az elvárások mind a két klubnál. Tehát most azért hasonlóak tudok. Azért a Final Four, nem? Nyilván az cél, bálom. Hát kívánjuk neked, és reméljük, hogy láthatunk majd ott benneteket. Fogad sok szeretettel ezt a kis emléket. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásokat. Még pedig nem menjenek sehova, egy nagyon rövid reklám következik. Folytatjuk a Győrrel, és persze, hogyha bármilyen információnk van a Real Madrid edzőjével kapcsolatban, akkor azt is mondjuk majd önöknek.